Nagybecsű! Akadémikusok! Megtiszteltek felszólításukkal, hogy az akadémia számára nyújtsak be jelentést majom előéletemről. E szavakkal kezdődik Franz Kafka novellája, a jelentés az akadémiának, amely ikerpárja egyik legismertebb művének, az Átváltozásnak. Az igézőben nagy érdeklődés mellett került színre Ács Tamás színművész előadásában a novella színpadi átirata, amely egy átváltozás történetét mutatja be. Az emberré vált majom Rőt Péter elmeséli, egyszer mind újraéli emberré válásának, átalakulásának eseményeit. Még egyetemista koromban találtam rá erre a szövegre. Egyből szerelem volt, sőt, tulajdonképpen Fehérvárhoz köthető ennek a szövegnek a megtalálása, hiszen az Őrült naplója című előadásomat játszottam, ha jól emlékszem, még a Kafka Beatben annó, és megnézte azt egy úriember, és ajánlotta, hogy ő Németországban látta ezt a darabot, és hogy látta az Őrült naplóját, gratulált, és ajánlotta nekem, hogy ezt szerinte én is jól meg tudnám csinálni. Minden magadságról való lemondás volt a legfőbb parancs, melyet magamnak adtam. A monológokból kiderül, hogy Rőt Péter átváltozása menekülés a biztos haláltól, ugyanakkor megérkezés a legnehezebb, legterhesebb létbe az emberébe. Az előadásban megjelennek az emberi lét őrítő nehézségei, hiszen főhősünk folyamatosan önpusztító életmódot folytat, újra és újra elmeséli történetét, mert megpróbálja elfogadni, elfogadtatni saját valóját. Van egy érdekes formája ennek az előadásnak, ugye egyfajta ilyen sci-fi rétege, hogy ugye a színészbe öltözik majomnak, aztán én is ugye térdre ereszkedem, majom hangokat adok ki, közben beszélek. Tehát van egyfajta ilyen formája, amitől fogyaszthatóvá válik a dolog. Mégis színházi gondolkodóként viszont a darabnak az üzenete izgatott igazán, mégpedig az, hogy ebben az emberré vált majomban ismerhetünk rá a saját gyengeségünkre. A darabban Kafka az emberélet majom metaforáját használja, hogy írhasson a másságról, a valahová tartozás utáni vágyról, az ember megtöretéséről és magányáról. Ebben a szenvedéstörténetben lépésről lépésre ismerhetjük meg Rőt Péter emberré válásának stációit, a fogságbeeséstől a betörés idomításon át egészen a végpontig, egy szabadságát elvesztett, magányos lélek vergődéséig.